A legutóbbi pollenadatok a múlt heti mérés értelmében Pécsen is azt mutatják, hogy még nincs igazi pollen szezon. A tipikusan klasszikus pollenek közül egyedül a csalánféléknek középmagas a koncentrációja. Amit még sikerült mérni, az az uti fűfélék és a pázsit fűfélék, melyeknek alacsony a koncentrációja, azonban van már magas pollen koncentrációi növény is, tájékoztatott dr. Kassai Veronika, Baranya vármegyei tisztifőorvos. Magas egy bizonyos kültéri allergéngombának a koncentrációja, amit mindenkit érdekel, az a parlagfű, annak még alacsony a koncentrációja, de várhatóan, ahogy egyre szárazabb az idő és melegszik, a parlagfű szezon is elérkezik, valószínű, hogy már a hónap második felébe, vége fele bizony jelentős koncentrációt fogunk mérni. A parlagfűérzékenyek már most kezdjék el szedni orvosaik által felírt gyógyszereiket, hívja fel a figyelmet a tisztifőorvos. Akinél már a tünetek jelentkeznek majd, ugye orfolyás, orviszketés, szemviszketés, azok forduljanak orvoshoz, és hát kezdjék el szedni a gyógyszereket, mert jelentősen lehet ezeket a tüneteket mérsékelni, és hát az életminőségük is sokkal jobb lesz, illetve hát a súlyosabb tüneteket meg lehet ezzel előzni. Aki tudja magáról, hogy allergiára hajlamos, az lehetőség szerint kerülje az olyan zöldövezeteket, ahol a parlagfű, illetve az allergiát okozó fűfélék megteremnek.